Sziasztok! Itt van velem Bőrönti Tamás, a Vidám Színpad igazgatója, és most újra felvesszük a videót, mert sajnos a múltkor rossz volt a hang. Tamás, mesélnél nekem egy picit a Vidám Színpadról? Honnan kezdjem? Az elejéről. Úristen, 1800. Nem, hát igazából most nem számolgatom, de idén 66 éves a Vidám Színpad. Ugye ez régen a Révai utcában volt ez a színház. Nagyon-nagyon népszerű színháznak mondható. Én amikor oda szerződtem, akkor egy óra, amikor kinyitott a pénztár, akkor az operáháznál állt a sornak a vége. Tudom, hogy amerikás magyarok például úgy vették a repülőjegyet, hogy különböző eladásokhoz igazították, hogy ezt biztos meg tudják nézni. Tehát nagyon nagy népszerűségnek örvendett Tájsnak a színház. Ez a műfaj, amit ott megteremtettek, ez nyugodtan mondhatom, hogy hungarikum. És amikor a Bozsóvi Gyuszi átvette, akkor inkább átment kavaréból egy kicsit inkább ilyen zenés vígjátékok, meg vígjátékok irányába. Akkor játszottuk a Van, aki fórum szeretit, a Szeretem a feleségemet, őrült nő ketrecét. Tehát ezeket mind mi mutattuk be, amikor fiatalok voltunk ott a Vidámon, Nyertes Zsuzsi, Strahov Dezső, meg én voltunk a titánok. Nagyon-nagyon öregek között Csákányi László, Kála Ilona, Kazal, Kabos, tehát azért Csala Zsuzsi, Lórá Lenke, ki ne felejtsek valakit. Tehát igazából fiatalok mi 1900, hogy is volt, 80-ban végeztem a főiskolát, 84-ig voltam Debrecenben, és utána szerződtem a Bodrogi Gyuszinak a hívására a Vidám Színpadra. És hát aztán sajnos egy idő után ezt kihúzták alólunk, és akkor mivel, hogy a Gyuszi az nagy vállalkozó szellemű direktor volt, ő nagyon szabadjára engedett bennünket, tehát a Dezső is, meg én is, mivel elkezdtünk rendezvényszervezéssel foglalkozni, ezért nem jöttünk zavarba, amikor a színházat kihúzták alul, mert elkezdtünk saját magunk forgalmazni a különböző eladásokat elég nagy sikerre, nagyon sok felé vittük az országban, és aztán egyszer csak hál' Istennek találtunk egy ilyen új helyszínt, ahol most már ugye a 66 éves Vidám Színpad idén most már 5. éve működik itt a Óbudai Euro Centerben. És egy picit az idei évadról is mesélnél, hogy mi az, amiket bemutattatok, miket fogtok még esetleg bemutatni? Hát egy bemutató volt még idáig, a Robin Howdonnak a Tökéletes esküvője, ami szerencsés, és azért jó mondhatom, mert most már a 13. előadásnak tartunk, és igazából mondhatni, hogy olyan nagyon nagy nevek nincsenek benne, és mégis teltházakkal játszunk, és ennek nagyon örülök. Most ugye azáltal, hogy a színházakban itt ugye megmondták ezt a bizonyos tahót, ezt a támogatást, így mindenkinek egy kicsit nehezebb lesz. Még nem tudom, hogy mennyire lesz nehezebb, tehát igazából még készülnénk két új bemutatóval, ráadásul egyik darab egy ilyen kortárs darab lenne, ami egy olyasmi stílusú, mint a Mi kis falunk, vagy az Üvegtigris, egy ilyen elmebeteg őrület az egész. De próbálkozunk pont egy klasszikussal, aminek sajnos nem kaptuk meg a jogát, egy Molnár Ferencnek a Játék a kastélyban, de a Víg Színház rajta tartja a kezét, úgyhogy azt nem, az egy picikét egy műfajváltás lett volna, holott ez egy nagyon kedves, helyes vígjáték, de most úgy gondoljuk, hogy próbálkozunk az Ördög nem alszikkal, és akkor abban is van sok fiatal, megpróbálnánk jó nevet, például Hamman Péternek szerezni az öreg grófnak a szerepére. És egyébként például ugye a csatornán fiataloknak szól elsősorban is, hogy van olyan előadás, amit így kimondottan ajánlanál az én korosztályomnak, fiatal gimnazistáknak, hogy jöjjenek el. Van, igen. A kincskereső kisköt... Ne. A kincskereső kisköt... Ne. Van a kiskakas csímárnyékszárja. Van azért, hadd mondjam, hogy nagyon sok gyerekdarabot is. Igen, ez lett volna a következő. És játszunk, tehát én úgy gondolom, hogy van a Kis Herceg, ami szerintem az egy filozófikus mű, szerintem azt mindenki megnézi, vagy azért, mert hallott róla, vagy azért, mert nem is, de azért tudja, hogy van egy pár olyan mondat, amit az életében az ember is sokszor használja, tehát ezeket úgy mondjuk illik tudni. Én gondolom, hogy a Tökéletes esküvő abszolút fiataloknak való, a Forró Hétvége úgy szintén, tehát azt mondom, ez a két darab, amiben főleg fiatalok vannak, de úgy gondolom, hogy ha valaki szórakozni, nevetni akar, igazából bármelyik eladás, hogy négy mesztelen férfi, négy pasiót pucérkodik a fiatal lányoknak, hát úgy gondolom, hogy az is egy jó előadás.
És most az egy érdekes dolog, hogy pont tegnap a Csukás István hívott telefonon, mert van előkészületben egy darabja, amit én annó 1000 éve még Debrecenben játszottam, az Ágacska, amely tündérédes mesejáték, ami szintén terüstele van tanulságos gondolat, amit felnőtteknek is és fiataloknak is nagyon-nagyon való. És most pont ezzel a támogatási őrület miatt ezzel is egy picit leálltunk, de úgy bízom benne, hogy január végére, február közepére kiderül az, hogy ki milyen támogatásban részesül, és akkor már az ember bátrabban mer tervezni, mert addig azért egy kicsikét az ember átgondolja, hogy igazából most abból kell megéljünk, ami a bevétel. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogyha megnéztétek ezt a videót. Én is köszönöm. Sziasztok! Hello!